西东，西东，这个也得买，西东，这个也得买，西东，这个也得买，西东，这个也得买，西东。Szépernő voltam. Szépernő leszek. Ébresztő! Lefelé az udvarra! Felzárkózni! A kutya úristenit a Simon fajtájuknak! Bakonyi úr mellé, velünk szemben egy fekete inges, 17 éves forma, meguló, karszalagos, sárga, friss bőrövén, revolvertáska. Nézegetett ez a gyerek bennünket igen barátságtalan szemekkel. A emeleten egészen a hatodikig asszonyok, gyerekek néztek lefele a korlát mögül. Nőknek nem szabad lejönniük! Once az emeleteket járja. Hát, ha elbújt valahol valaki. Vesse le azt a kurva kesztyűt! Ott egy új kesztyűt húzott. Vékony zsinegen lógatta valami csomagját, vágta az ujját a zsineg, ezt kezdi szép harkan magyarázni a nebúlnak, de az újra ráförmet! Simon Duma! Ez egész jó képű gyerek, nem? Festőnő vendégnek is nézhetné az ember, a civilben volna. Biztos gyárba volt. Olyan temperamentú, aki ordít a meccseken, amik be nem reked. Lehet, nem is rossz gyerek, csak revolver meg a ruhavadítja. Meg az eszme. Hogyne, az eszme. Meg a propaganda. A szegénység, a nyomor. Meg a politikusok. Mi meg ártatlanok vagyunk, mint a ma született. Szabályosan felsorakozni! Nem volt katona! Tíz percig, 20 percig. Se rágyújtani nem lehet, se egy korty vizet inni. Támaszkodni se, lekönyökölni. Nem szabad beszélgetni. Amúgy sem arra szabad. Hazugság a szó. Mindent elfed vagy elferdít. Írók, nyomdászok, betűvetők. Haszontalanságai ennek a rohadó világnak. Dögölnétek meg! Úgyis csak az alja marad meg. Jaj, egy szál cigaretta. Édes jó, Istenem. De jó tudna esni. Elmúlt 7 óra. 7 óra. Nem mocorog, nem ugat, nem vakarózik. Vigyázz! És mikor indulunk már? Az urak húsan-húsan nézegetnek maguk elé. Fiaikra gondolnak, bejükre, akiket esztendők óta nem láttak, meg leányaikra. Ki vidékre ment férhez, meg vidéke maradt vén szülékre, akiket a nyáron mind-mind elvittek Németországba. Bla, 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 bla. A harmadik emeleti korlátnál egy asszony a szemét kezdi törülgetni. Most befordul, bemegy a lakásba. Édes Istenem! Azt is Isten mondta, hogy legyen sötétség! Állunk csak, állunk! Állunk csak, állunk! Mint a birkák. A kaszárgyában
tüdő, hogy eszébe juttatták. Háború van most a földön. Istenem, a háború, az a dühöngő őrültség, ugyebár? És milyen rend és csend tud a világon lenni? Mennyi lassúság rá és unalom. Soha-soha olyan unalmakat, olyan döglött órákat, mint 14-ben Szerbiában. Ha csak a fejünk felett nem fröcskölt a srapnel. Na végre! 54 embernek kell lenni! Megvan az 54! Vigyázz! Vigyázzba vágjuk magunkat, mint a kis leventék. Mellettem bakonyú elmosolyítja magát. Magam sem állom meg. Nem vették észre szerencsére. Figyelem! Az úton a legnagyobb rendben és csendben haladunk. Beszélgetés meg van tiltva. Egyforma távközökkel csatlakozunk fel. Aki hátra marad vagy görbén megy, meg fogja érezni a puskatust. Nótával előre! Indulj! Százados úr, sejhaj! Mentünk ki felé a kapun. Százados úr, ha felül a lovára. 8 óra múlt 10 perccel. Visszatekint, sejhaj! Visszatekint, ha megfáradt bakára. Ugye, fiú, szép élet a katona élet. Csak az a maj, Pozsonyi útra, egy csillagos házba. Nagy sárga hadágú csillagot tettek a kapufölé, a Dávid csillagát. Szóval ide a Pozsonyi útra, a csillagos házba, egy szép negyedik emeleti lakrészbe, a cselédszobába, meg egy nagy, világos, Dunára néző szobába, erkélyes. Az erkély is a miénk volt. Meg a szomszédé is. A szomszéd az nagyon kellemes, művelt úriember volt. Dr. Bakonyi László, nyugalmazott törvényszeki jegyző, a hitközség főtitkára, Bakonyi Samunak, a 48-as debreceni követnek a fia. Bla 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 bla.
harmadik beköltöztetettje is volt ennek a nagy lakásnak. Hát ez egy egyszerű ember volt, kis családdal. A fürdőszoba is az ő szobáikból nyílott. Az is közös volt persze! Az ő nevére nem emlékszünk szürke emberre, igaz? Persze. Sokszor eszembe üthetett a Moszkvában. Közös lakásban, sőt, egy szobában zsúfolt családok élete. Hát, a mi állapotunk istenes volt az ő helyzetükhöz képest. És francia zene szállott, a vászlancs az ő, és párizsi parfümökben fürdött mind a nő. Költöztünk ide. Mi történik rögtön az első este, kérem, éjfél felé? Van itt a légiriadó! Felkapkodjuk magunkat, igyekszünk az óvó helyre lefele. Két-három lépcsőfoknál tartunk, írtó dördület, utána üvegcsörökből is mindenfelől. Sikoltoznak a nők, a gyerekek bőgnek a sötétben, lefelé bukdácsolva, sodorják, buktatják a bottal tipegő tapogatózó öregeket, betegeket! A lakásnak szép nagy falnyi széles dupla ablaka volt. Na kérem, az az ablak is szörnyet halt, mind a kettő. Betörtek a háznak az összes utcai ablakai, meg üvegfalai. Na, mert a kapu elé is esett egy bomba azért. Jaj, nem volt nehéz az ablaktalanságot elviselni. Nyár volt. Megtanultam azon a nyáron sötétbe vacsorálni, a cigarettámat is sötétbe nyúrtam, ami persze született tehetségem. Emlékszem, 14-ben Szerbiába, azzal bilíroztam az ezredtörzsbeni urak előtt, hogy sötétben, szakadó esőben, lóháton, vezető szárat a csuklóra csavarva, megsodortam a cigarettámat, félkézzel, de úgy, minthogyha most hozták volna a trafikból. Több haditényen nincs is, amivel eldicsekedhet. Aztán kilábul hegyeltek a spájzba rágyújtán. Ha olvastam, ugye nem lehetett. Hát az erkélyen sétáltam, a néma fatóváros felett. Kilenc lépést lehetett tenni hosszába. Ha nem lépett ki egészen az ember. Nem tudom, hányszor fordulattam vissza, meg újra vissza a kilenc lépésekért, úgy egy órán belül. Szemben. Ott sötétett a margit szívő. Még ilyenkor is kerültem, hogy oda pillancsok. Majd a szívem szakadt meg az első napokra. Szerelmetes szép szigeten, ott zöldelt az orrom előtt. A sötétbe. Lakás tulajdonosunk, Bakonyi úr, régi lakos a háznak. Szomszéd gyors, jó embere, D-bárónak. Mióta a zsidó származásúaknak nem volt rádiójuk, a báró elhallgatja Londont. Dibáho, ausztriai lehetett utálja a viadat. Erre az esti leadásra papi kalbászt viszem, mármint Bakonyi úr. Ja, hogy felvegye gyors írásra Londont. Több vendéget nem hívhatom már a váró. Nem. Hát föltűnnek a dolog. Aztán azután Bakonyi úr visszajön a leadással, felolvassa az urak előtt a kis társaság. Jaj, esténként ez a kis London, mit mondja, nagyon jól esett nekem. Miután eltémáztunk egy kicsit az élet felett, 11-re Kiki hazorpócott lábúj hegyen. Szervusz, jó cokát! Szervusz, jó cokát! Szervusz, jó cokát! És egy sermontort az a mennyei zama, de házparancsnokunk, D. Bárhó, fölküldetett valakit,
Muszáj volt levenni. Megyek már. Megyek. Mikor a bombázások alatt fennbújtam a lakásba, nem mondom, hogyha a közelben esett egy robbanás, átrohant rajtam a rettenet. De általában zavartalanul olvasgattam. Nekünk zsidóknak főszenvedésünk a kiszolgáltatásából, főfélelmünk a deportálás. Ehhez képest kismiska a bomba halál. Bombázás alatt is fölmentem az udvarba cigarettázni. A Pozsonyi úton is kerekedett olyan buzgó cigarettás csoport, férfi, nő. Az egész bombázást az udvaron állották volna végig, ha a sűrű becsapódások perceiben le nem hagy bennünket a házparancsnok. Szép nagy beszert pince volt az óvodánk, vagyis az óvóhelyünk, két hatalmas teremmel, elférve 400 ember benne. A gyerekek különben imádták a légiriadót. Kislányok, kisfiúk gyönyörűen utánozták a szirénák hangját, oda voltak a Sztálin gyertyák. Sztálin gyertya? A világító lövedékek. Nyomjelző piros gömbökért éjszaka. Meséskönyv volt ez. Tündérország. A házbeli kicsi fiúknak mindnek volt légos karszalagja, övek, abba a kis játékbaltája. Sőt, még hamuszín légós isak is volt egy-kettőnek a fejében. A légóparancsnokok itt csak ilyen játszó gyerek zárva ment a szemembe. Vészesen követelmény csöndelt a gyerekektől, mikor felfellobbant azoknak a jó kedve. Jaj! Zavaró, zavaró Budapest! Bakonyér kiskatójának szenvedélye volt a légó. Amikor hazarohant egy-egy kedves barátnőjétől által kiáltott hozzám. Jaj! Zavaró, zavaró Budapest! Ez a jaj az ő örömindulat szava, nem az ijedelemé. Jaj! Zavaró, zavaró Budapest! Örült Kató, nagyon! Által kiáltott hozzánk. Ernő bácsi, Pécs Eger zavaró, rögtön jön Budapest! Persze kiderült, hogy szó sincs zavaró repülésről. Elneveztük Katónkat Légó Katinak. Ja, mondom, megismertem a házban az uraknak egymás után. Például T urat. Igen, ugye, T vagyok. Szállítmányozó voltam, vagy volt egy vállalatom, amit én vezettem, amíg ezek a ellenben. Ernő bácsi, Pécs Eger zavaró, rögtön jön Budapest. Szaladkatókám, szólja többiek? Ték úr nem telepített volt, őslakosa volt a háznak. Oda vette magához a menyét is. Mert a fiát elvitték Ukrajnába. Oda vette az unokáját is, meg még a menyének az anyját, meg az anyjának a húgát. Így aztán nem kellett idegen befogadni lakásba. Hőséges könyvtárába sok olvasni valót kaptam. Magam az angol könyveimet, a szépen kötötteket, neki ajándékoztam egy szerencsésebb felekezetű barátunknak tavaszul. Többit megelégettem. A kis zsidó származásomnál angol nyelvű könyvet találnak az internálják. A magam angol könyveiből, meg a nővéreim aggodalmas magyar könyveiből, vagy 10 reggel betudtuk a fürdőszobát fűteni. Hideg volt a tavasz. A cég vezető urat minden nap jobban megszerettem. Valami újat tanultam én őnála, bevezetett egy olyan országba, amelyről sejtelmem sem volt. Na kérem, ez egy térkép. A szállítmányozás országa. Igen. Akkora ország, ezt kérem, hogy benne van mind az 5 kontinens, tengeres tűr. Kérem, mindenhonnan és mindenhová tudunk, azaz tudtunk szállítani, vagyis pardon, szállítmányozni. Na, mit mondott este a rádió? Az oroszok Lipsenkónál vannak. Lipsenkó? Kérem, mondom, 2 hét Königsberg, az angolok pedig Farinellánál. Farinella, 1 hét Livorno, kérem, 3 hét és Schlusspax, vége, itt a vége. Ő volt az én katonai szóvivő. Azt mennyire hiányzott, amikor besorozták romot hordani. Termett azon a nyáron egy, hát nem túl kedvező szójáték a besorozott urak között. Rommelnek nevezték magukat. A Rommel takarítás vége. Tudja, igen, író úr, hogy vagyunk egy páran itt a házban, akik már 6 éve nem dolgozunk, a törvény mentesített bennünket a munka alól, hogy egyszerűen nyugdíjaztat, hogy kirúgtak az állásunkból, kérem. Higgy el, nincs rosszabb annál, mint a semmit se csinálás. Van itt egy építészünk például, az egymás
igazolja a templomokat, múzeumokat, halott hamvasztókat. Hogy? Halott hamvasztókat. Hogy meg ne bolonduljon, kérem. Magamnak is bizony csúnya szenvedést nem dolgozom. Az összeköltözéskor abba hagytam a megkezdett regényemet. Nem tudok itt és nem ismerek dolgozni. Rajtam üthetnek. Akármit írok, az mind nemzetellenes. Nem mondják még, kérem. Szeretném most elmesélni a napi programot. Megengedik? Köszönöm. Szóval, tisztelt az egyik tévúréknál időztem, aztán olvastam egy porciót, egyik fél kettőig, közben jegyzeteket készítettem, következő még meg nem valósult hatalmas halhatatlan műveim ezzel, motivum. Kettő után ebédeltünk, ebéd után pedig sétáltam az erkélyen vagy egy órát. 3-tól 5-ig volt szabad az utcán lenni. Én magam nem szívesen jártam ki, nem szívesen sétáltam csillagosan. Amikor áprilisban fölvarták a csillagot, én azt hittem belehalok. Én az összeköltöztetésig hiton sem húztam azt a kabátot, amelyre a csillagot felvartuk. Dehogy. Na, június végén aztán muszáj volt kilépnem a kapun. Csillagosan persze. Felmenni a hídközséghez, lakást szerezni. A Bakonyi úrhoz. Így kerültünk ide. Itt a Pozsonyi úton már a lépcsőházban sem volt szabad csillag nélkül megjelenni. Olyan nüanszai is voltak a rókunk való gondoskodásnak, mint például az, hogy a házban lakó zsidók nem látogathatták egymást. Első napokban tartottuk is magunkat ehhez, de aztán egyszer csak megsúgta Bakonyi úr. Kérlek, engem nem érdekel. Látogasson mindenki, akit csak akar. Reméljük, nem lesz probléma belőle. De aztán olvastam fél hatig, hatig, akkor szoktam aztán belátogatni D-tanácsos úr. B-tanácsos? Bajuszos? Bajuszos, de nem az. Nem bajuszos, nem. Nem emlékszem az arcán. Elfelejtettem. Én is elfelejtettem. Vétanácsos úrék is jó emberek. Annyi rokont fogadtak be, többet, mint ahány szemét a lakás négyzetméter száma rendelt. Teli van ágyal, rekamijéval, fotőágyal az a szép nagy lakás. Az asszonyok piacra jártak, takarítottak, főztek, mosogattak. Cserédet a zsidó nem tarthatott. A zsidó? Mármint izraelita felekezet külben. Alig volt a ház csillagos lakói között. Katolikusok voltak. Meg protestánsok. Csak hát a szülék, vagy a nagyszülék. Én antiszemita vagyok, mert a zsidók tönkreteszik az országot. Antiszemita! Vigyenek vissza Galíciába! Antiszemita! Ennek az asszonynak gyémánt!
Germánt kereszkecske villogott a nyakába, az ilyen nőket elneveztük csillagkereszkes bölgyeknek. Azért vagyok ilyen kegyetlen, mert én keresztény vagyok, ugyanis kikeresztelkedtem. Igen, azaz bocsánatot kérek, eddig nem értem rá, nagyon sok dolgom volt, de talán a jövő héten kitérek. Talán a jövő héten kitérek. Talán a jövő héten kitérek. És mire vége lesz az evének, remélem kérek. Oh, te kóra! Én a jövő héten kitérek. Tényleg, Grül? Én is. Tényleg? És mi leszel? Én kérlek, katolikus. És te? Én evangélikus. És csak a jövő hónapban leszek katolikus. És azt minek? Hát, ha megkérdik, mi volt az előző vallása? Voltak olyan zsidók a házban, akik már kereszténynek születtek, vagy 20 éve kitértek, nem érintkeztek, nem jártak össze, nem érintkeztek egyáltalán zsidókkal, már mint a tegnap kitértekkel. Sőt, a gyerekekre is vigyázni próbáltak, azok se érintkezzenek, ha csak tegnap kitértek gyerekeivel. Írtóztak a többi zsidótól. Azoknak a bűneért is nékik kellett szenvedni. Meg ha csak ő maga volna zsidó a világon, vitrínbe tartanák őt, tisztelnék, mint az erekét. De hát rengeteg sok a zsidó. És ha zsidók a földön nem volnának, néki se kellett volna zsidónak születni. Thank you.
óráig megint olvastam egy porciót, aztán megtettem napi harmadik rendes vizitemet, lementem az elsőre, F-ékhez. F, vagyok. 40 éves. Mérnök ember. Nőtlen. 28 éves koromban a kőrösök mentén dolgozván rávetettem szemem a mezei virágokra. George növényekre. Két év múlva kérem, az én kicsiny vállalatom szállította Európába a George növényt ide, oda, amoda. Harmadik évben már Amerikába szállítottam a kőrös menti áldást. 39-ben hazajöttem. Szegény özvegy édes anyámat meglátogatni. Így csurakadtam. Na, hát F úr is. Ilyen ellensége a hazáját. F-é, csak kóser tesznek. Vétek estére nyert gyárt, újt F mama, s csukott szemmel összekulcsolt kézzel imádkozik. Mellette állva hangtalan a leánya és a gyertyatartóban ég a két szál gyertya között. A gyertyák addig égnek. Csoki? Míg el nem kell sötétíteni. Akkor aztán a szomszéd keresztény lakásból átjön valaki a gyertyákat elfújja. Ha beállott a szombat az igaz zsidónak, a gyertyát sem szabad elfújja. De aztán, ami leginkább imponál az az, hogy F úr a péntek esti gyertyagyújtástól szombat estig nem füstöl, pedig nagy szivaros, megemelem a kalapom előtte, ha csak Jehova meg nem büntet fedetlen fejemért. Szinte minden este felé ellátogat F úrhoz egy 20-22 esztendős fiú, rokon. Fehér karszalaggal dolgozik valamiféle üzemben, tudnélik a keresztény zsidó munkaszolgálatosok fehér karszalagot hordanak. Mi minden este megkapjuk az angol híreket. Főhadnagy úr, jó fiú, megengedi az irodában beosztott zsidainak, hogy Londont hallgassák ővele együtt. Főhadnagy úr, intelligens, abból tudta, hogy a németet ki fogják ütni. Azt mondta valaki ma a villamoson, hogy az oroszok elfoglalták Varsót. A kormányzó kérem kiharcolta, hogy a kis tartsán már vagonokba zsúfolt zsidókat, mégsem viszik ki Németországba. Kiszáll a hadtag a tehercsikból, és mehettek vissza boldogan a barakokba. Egy jó emberem megsúgta a belügyben, hogy baj van? 3000 csendőrt vezényeltek föl Budapestre. A pesti zsidókat is deportálni akarják, mint a vidékieket. Anyámnak, feleségemnek meg se merem mondani. A Síp utcában egy ember ma délután mérget kínált megvételre. Azt mondta, hogy deportálás ellen. Mérget? Mérget! Én kérem, mintha nem is hinném a halál. Ó, igen. Elfúj majd engemet is, mint a gyertyát, de én nem tudok majd arról. Én nem tudok. Én nem hiszek, én képzelni se bírok egyebet, csak életet. Soha nem lesz az életnek vége. Utolsó lélegzetem után nem húzom össze a tüdőmet, utolsó gondolatom után pont nem teszek gondolat, lélegzet, áthalszökik a végtelenbe az időtlenbe. Halhatatlan vagy. Vagyis meghalhatatlan. Azok vagyunk mi. És én olyan kíváncsi vagyok. Olyan őrült mód kíváncsi vagyok mindenre ezen a földön. Én olyan őrült módon kívánok látni, hallani, tudni világot, életet. Én még az akasztásomra is kíváncsi vagyok. Én még akkor se kapnám be a mérget. Abban elkerülném, hogy a gázkamrába tuszigáljon.
A jóra való házparancsnok Débáró azt is megengedte, hogy a csillagos lakók is napozhassanak odafenn a tetőteraszon. Micsoda áldás volt ez! Felhordták az erkélyekre szóló fekvőszékeket, előkerültek a trikók, bent a teraszon zuhany is volt, akárcsak a strandokon. Magasztalja mindig a Führert, és szidja a zsidókat reggeltől estig. Két fiát munkaszolgálatra vitték az orosz frontra, azokat se sajnálja! Hát hallottál kérlek ilyet? Van itt egy család. A szülők nem akarták a lányokat a szerelméhez adni, mert a fiú vagyontalan. De a leány hozzáment. Az összeköltözéskor a fiatalok ide kerültek a szülékhez. Egy pár napig nem bántották a fiút, azután kezdődtek csak a furcsa jelenetek. Most az a helyzet, hogy a vejöknek nem adnak enni. A szomszédok táplálják. Az alsó szomszédok azért olyan alul táplált. El akartak persze költözni a fiatalok, de nem kaptak helyet sehol se. Az is nagyon érdekes, kérem, amit egy másik lakásról mesélek. Itt van egy elvált az, itt maradt a kis leánykájával. Sárával! A Sárával, kérem, de ide költözik majd az udvarlója, aki elfogja a vendégét. Olyan eleve nem emlékszem, 44. július 20-án. Azon a napon esett a Hitler elleni bombamerénylet. Mi pedig ugyanúgy ültünk a tetőteraszon és napoztuk. Mámoros volt a ház! A keresztényeit is beleértve. Itt a vége, kérek, itt a vége, 48 órán belül, itt a vége! Azt mondják, hogy Németország a forradalom állapotában van. Egyik ezred a másik után áll a lázadó tábornokok mellé. Letartóztattak nagyon sok magas hangú katonát. Hányat fognak kivégezni ezek közül, kérem? Jaj, de sajnálom ezeket a németeket. Mi? De mi halottaink ők? Minket is meg akartak szabadítani. Ja, hát ha csak úgy ment. Igen, közelebb vannak már az oroszok, kérem. Jönnének már. Ha az orosz átlépi a határt, akkor magyar rögtön kiugrik, hanem előbb, kérem. Arra is számítani lehet már, hogy Magyarország kiugrik. Bár csak megelőznénk Romániát! Az oroszok messze sem vannak, még kérem. De hogyha mondjuk nem jönnek az oroszok, akkor Olaszországban jöhetnek az angolok. Néhány nap múlva elérik Angolák, onnan Dalmácia három nap tengeren, és egyesülnek Tito csapataival. Sokat mondok. Mármint té úr mond sokat. Egy hét alatt itt lehetnek Magyarországon is vége, slux-paps! A többi szenvedő zsidó nem volt ilyen nagy stratéga. Mit mondott, kérem, hogy hány községet? 137. Aha, 137.
Kettő vagy hettő? Hettő. Ugyanis ennyit foglaltak el az oroszok Lengyelországban. Pardon, milyen város tetszett mondani? Siedlce. Siedlce. Hány halott kérem? Hány halott? 36 000. Hát, hogy az oroszok milyen lassan haladnak, pláne az angolok. Jaj, még mindig csak angzsár, még mindig csak szellő. Jaj, és milyen lassan, milyen nehezen. Az a baj, hogy az angol katona nem akar meghalni. Mindig az asszony nép a legkegyetlenebb. Nagyságos asszonyom, kiem, biztosíthatom róla, hogy én az első háborúban 36 hónapot töltöttem a fronton az első vonalban, biztosíthatom róla, hogy egyetlen pillanat nem akar, amikor én meg akartam volna halni, kérem. Kérem, nem úgy gondoltam. Persze. Lányok, megyünk. Vacsora. Kató, maradj csöndbe. Senki sem akar meghalni, kérem. Könyörgöm, ne tegyünk ilyen szemreállást ezeknek a derék britteknek, akik mi értünk is harcolni. De nem így gondolta, kérem. Hányan meghaltak már? Csak föl lehetne támasztani azokat a szép fiatal fiúkat. Tényleg nem így gondoltam, csak mondtam. Én nem emlékszem már, hogy mi történt a világban, a nyáron által. Fejem is végtelen fáradt még, amelyet jelentékeny tehetséget kaptam arra, hogy a történelmi eseményeket roppant hamar elfelejtsem. Most se tudom már, hogy mikor ment Sztolnay. Mikor lett helyett a lakatos a miniszterelnök? Július, augusztus, augusztus. Hát mindegy. Világhoz tartozott legjobban, hogy Pesten rezgett a 3000 kakastól. Jöttek a napok, elbúztak. Egyik a másik után. Olyan rendszerességgel, még ebben a világban sem bontották meg a megszokott rendet. Minden nap lemegy a nap. Egy nap július közepe táján avval jött haza Bakonyi doktor. Leveszik a csillagot az arra érdemes tudósokról, művészekről, írókról. Hogyan, kérem? Az elsők között lehet, akik csillagtalanítanak. Engem már mentesítettek 10 napja, hogy könnyebben járhassak be a minisztériumokba. És belé kell a kérvénybe írni, hogy a nemzet ellen semmit sem vétettem. Kérem. Rimánkodni kell, hogy vegyenek annyira magyar számban, mint a kutyasintér cigány vagy a lapa talált ebbe körül. Kérem szépen, ez egyforma nyomtatvány, ilyen időket élünk nap. És aztán nem illik, nem közösséget vállalni az embernek csillagos embertársaiért, azokra fölé kerülni. A mentesítés azt jelenti, hogy a húga hamarabb kimehet a piacra, maguk is olcsóbb húst vehetnek, tojást, lisztet, cukrot, minden, amit most feketén kell megvenni. Soványodtunk már rendesen. A mentesítés azt jelenti, hogy fejünk fölül elviszi a deportálás fellegét. Mentesítenek, csillagtalanítatnak, nem érti? Magam viszem be a kérvényt a minisztériumba. Aláírtam a kérvényt. Halucinált a szemem, mintha a szégyentől pirosakká válnának a sorok. Akár piros tintával írni. La 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 la
svéd mellemért felől. Azt mondják, hogy azt a zsidót, akinek olyan rokona jön Svédországban, akik vállalja az illető úti költségét, beírják svéd állampolgárnak. És ki vizet Svédországban? Igen. Na de addig, mi lesz velük addig? Menlevelet kap az illető, az csillagtalanítja, elhárít felőle minden veszedelme. Én kérem szentül hiszem, szeptemberig összeomlik Németország, addig pedig nem lesz baj. Aha. Nincs vagon, nem lehet a zsidókat elvinni. Én csak tudom, kérem, szállítmányozó vagyok. Voltam. Itt reszked Újpesten 2-3 ezer lélek. Egyik nap úgy van, hogy viszik őket, másik nap, hogy marad. Svéd, akinek megütt a svéd mellnevet, elneveztük svédekre. Svéd. Két hazát adott az Isten, sőt nem is kettőt, mint a vándormadárnak, hanem hármat. Mert hogyha azért Isten megsegíti, azért csak itt marad Magyarország. Elkezdett rohangálni az egész ház, sőt az egész pozsonyi út a svéd nagykövetségre meg vissza, de a hugaim állandóan sipák. Ott kaphatnánk olcsó húst, zsírt, cukrot, mindent! Jó, Páter! Ekközben pedig szerencsétlen deportáltakat valahogy oszták befelé, és a vonat szépen kipöfögött pedig az országból. Rászántam át magam, elmentem a svéd követségre. Orvosnivalót vittem arra a hosszas villamos útra, taxira zsidó nem ülhetett. A könyvbe tudom a fejem dugni. A villamoson is ülnek keresztény magyarok. Nagyon szégyellem a tehetetlenségemet. Nem szakíthatom rá a mellemről a sárga csillagot. A követségi tanácsos, amikor elébe kerülhettem, abban fogadott.
réges régi versen, amit kissé szégyelek már. Igen, fejemre olvasott egy stófát. Azt mondta, hogy a lehető legtermészetesebb gyöngétséggel vállalja a svéd basztusomat, a nővéreimét is. Nem kell hozzá semmifajta svéd legtöbb. Fölvehet a művész listára. Akkoriban jött ivatba a spanyol bizony. Aztán az lett a favorita. La favorita, mint egy szép spanyol táncos. Pénzkérdés. A svájci azt mondják, az olcsóbbik, azt 5000-ért is lehet kapni. A portugálok egyelőre legalább 10000-et kérnek. A csendőrök megint eltűntek, aztán szeptemberben megint megjelentek. Nem először hallok olyat, hogy Németországban a zsidókat gázkamrákban halálra fullasztják. Ezt nem hittem el? Sőt, még ma sem hiszem. Hú, de unalmas. Eszméletem mélyén nem tudom elhinni. Adonai ruhi ruhi exardi nuve se jadici. Szeptember végén, október elején, akkor szerencsétettek bennünket az őszi zsidó ünnepek. Megmozdult a szívem, akármilyen pogány vagyok. A kalapos hívő szümmögésében. Az éneklős hangos tóraolvasása. A hölgyek is suttogták a szomszéd szobában az imádságokat, árva betűjét azoknak nem napra meghívta a házban és a szomszéd házakból lakó jó embereit. Édesanyám beteg! Meg akartam kímélni a templomba menéstől. Tóra tekercset bérelt? Fogadtam egy fiatal kántort az mindennapokra. Feljött hozzám, Tersház kijelő. Honnan tudta a címét? Ahogy megtudta. Azt mondja, rossz híreket hallani. A németek a pesti zsidókat is deportálni akarják. Abba jött, hogy a herceg prímástán ki tudja venni a kezükbe a megkeresztelkedetteket. Azt is beszélik, hogy a pápa egyházi átokkal fenyegette meg Magyarországot a zsidók miatt. Egyelőre csak kis egyházi átokkal. Azt ajánlja hát, Tersház Kijelő, hogy térjek meg. Nem hülyeség. Na, össze is sugott már egy paparátjával, az már Soron kívül megkeresztel. Hát igen. Hát én ebben a szerencsével nem élnék. Megmaradnék a zsidóknak a vallásán. Én igenis megkeresztelkedtem. Anyámmal és húgommal egyetemben. Maga? Maga? A hitvalló zsidó? Példök úr! Csak csendesen! Se az anyámnak, se a húgomnak sejtelmük sincs felőle, hogy keresztények lettek. Egy életre való keresztény ügyvéd intézte el jó sok pénzért. Se katekizmust nem tanultam, se papot nem láttam. Az ügyvéd házhoz szállította a keresztleveleinket. Már nem butaság ez a kitérés. Az anyámnak meg a húgomnak az életét védem. Megjött a svéd mellemért író. Nekünk már megjött, meg a svájci védettségünk is. Nem lehet tudni, melyik ér majd többet. Gratulálok! A kormányzói mentesítésre nem lehet semmit adni. Nem adnak arra semmit a németek. Jé, itt van Jé úr. Ő nem római katolikus? De évekre visszamenőleg. Jó estét! Jó estét! Jó estét! Jó estét! Engedelmet kérnék, hogy részt vehessek az Isten tiszteleten. Imakönyvet hoztam. Nem ilyen ruhában járnak az ortodox zsidók? De! Nem pontos! Nem lesz semmi baj benne. A római katolikus atya nem féltékeny Jehovára.
Itt a béke! Itt a béke! Fegyverszünetet kértünk, igen, igen, igen. A kormányzó állítólag már napok óta tárgyal az angolokkal. Hát ez őrület. Itt a német. A német fogja megszállni az országot. Padarság kérem! Itt a béke! Van 5 üveg pezsgő, erre a napra tartogattam. Legyen szerencsém este 8-kor nálam. Hasszony gyerő, azonnal akassza le a kapuról a zsidó csillagot! Hasszony gyerő, azonnal akassza le a kapuról a zsidó csillagot! Na, a házban mindenki elkezdi lefelé fejteni a csillagot. Már aki viselni tartozott. Nem akartam senkivel se beszélni. Nem akartam, hogy lássák rajtam az én csúnya nyugtalanságot. 4 óra tájban aztán feljött T. úr lehangoltan a kapu alól, és azt mondja, legalább Fertály urája, csak katonai indulókat hallani a rádión. Itt valami nincs rendben. De sajnos már minden rendben volt. A németek az 1000 éves Magyarország. Rábízták Szálasi. Avval kezdte a szálasi kormány, hogy megtiltotta a zsidóknak, hogy kimozduljanak a házakból, minden menetlevelet érvénytelennek nyilvánított, kormányzóit, külföldit egyaránt, és utasította minden zsidót, hogy varják vissza a csillagot. Szerencs, hogy a miénket még annak idején eltette a húgom, de kapottak a házban néhány lakásban. Elnéztem egész nyáron, hogy gondozzák a sárga csillagot, kimossák, benzinezik, hogyha pecsétet kapott. Volt olyan hölgy is, hogy egyenesen sejem csillagot. Persze, az előkelőbb, nem? Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Én zsidó vagyok? Hogy zsidó vagy? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld, vagy kék, vagy milyen? Ugyanolyan testszín vagyok, mint a magyar. Nekem bizony Isten eszem ágába se volt, hogy én zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt rám a világon ez a buta meglepetés, amikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lennem. Miért? Én magamban, fiú vagyok, szerelem a hazám és az Isten halál, és valaki rám néz, és azt tudja, hogy én zsidó vagyok. És nekem ki kell tartanom a szememmel ezt a ráhozást. Ráhagyom, jó van, rendben van, így van, zsidó vagyok, mit csináljak? De hát én ebben nem vagyok beleegyezve, sem belenyugodva. Engem nem kérdezett senki. Engem néz, amikor engem kérdez. Mit mondjak, mit válaszoljak neki? Én legszívesebben elnevetném, mondom, édes öregem. Ez egy ostoba baromság. Csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni. Egész életemben zsidó legyek? Tessék ezt talán felosztani. Indalkatlanoságos. Vagy a közmunk. Legyen mindenki mondjuk egy évig zsidó. Ha már muszáj, hogy valaki zsidó is legyen. Azon kívül, hogy ember. 54 embernek kell lenni! Megvan az 54! Vigyázz! Nótával előre! Indulj! Százados úr, sej, haj! Mentünk kifelé a kapun. Százados úr, ha felül a lovára. 8 óra múlt 10 perccel! Visszatekint, sejhaj! Visszatekint, ha megfárad magára! Ugye, fiúk, szép élet a katonai élet! Csak az a baj, sejhaj! Csak az a baj, hogy nehéz a viselet!
Térdre, mint a birkák, kezdjenek el legelni. Enni tud a birka egész nap, gondolkodni nem kell legyen. Megöl az unalom. 60 év fölöttiek a tribünhöz. Mozgást adták! No végre! Épp a minap lettem 60 esztendős. Elgondolni is borzalom. És csak elgondolni borzalom. Valóságosan nem érez az ember különbséget a tegnap meg a ma között. Sőt, egyáltalán nem érzem magam másfélének, mint amilyen voltam 30 esztendős koromban. Nem kell sorakodni a 60 év fölöttieknek, maklárma volt. Üldögéltünk, áldogáltunk. És fél tizenkettő. A bizonytalanságban belé kell bolondulni. Csak azért várakoztatnak. Egyes egyedül azért, mert meg akarnak őríteni. Valami Reinhardti rendezés? Azok kezében van a sorsuk, azok ítélnek velettük. Arra figyel mindenki, a végzet felé. 60 évet betöltöttek sorakozó a kerítés mellett, a Kerepesi út felé. No, azok mi vagyunk? Szerencséjük van, éppen most vagyunk el a türelmet. Térre hazaérünk, én úgy bevédelek, érted? Mondtam, hogy nem lesz semmi baj. Sorban. Sorokkal arccal a kapu felé, kaptunk majd 12 őrt előre, hátul, azt vártunk, hogy indítsanak bennünk. Vártunk negyed órát. Mit tart ez is, Szevasszis? Schwach auf die Brust.
Und was von mir war es, Lisa? Und seine Witz? Nem értem, amit ön mond. De hogy se érti, Tata, hát ez az anyanyelve magának. De kérem, csak magyarul érte. Überdivett. Mi van, Tata? Pisilni kell? Gyerünk. Szembe a fajtestvérekkel. Ne takarja el. Alulról fog. Hadd lássuk a kis metérte. Cérna metélt! Húgyozni! Süket vagy, azt mondtam, húgyozni! Olyan egészségesen nevetett, nézett közénk azt már, hogy mi is vele nevetünk. Dobod el azt a cigarettát! Anyád meg azt a büdös picsáját! Ki igazodni? Beljebb ott büdösök! Felcsatlakozni! Indulj! Lépkedtünk a kapu felé, egyszer csak észreveszünk, hogy az oszlop eleje, ha nem, nem a kerekinek tart. Nem, hanem a kerítés mellett megy lefelé, a kerekesi útra. Megyünk kifelé a városból. Mi történik itt velünk? Mentünk egy órája, két órája, elmaradtak mellőlünk az utcák. Megyünk és megyünk, belejött az ember. Rágyújtani sem lehet. És Isten, még ott iszom. Menni, menni, menni. Rákos palotára értünk. Rettentő hosszú az a fő utca. Egy párszor végig nyilalottam már itt autón, akkor nem volt ilyen hosszú. Sok üzletnek suszteromhely, szabóság, mosoda, pékség be van csukva. Zsidóké voltak mind. Mikor adnak már egy kis pihenőt? Hát erre 5 óra felé gondoltam. Hát nekik is szükség volt az őrégnek egy kis siesztára. Valaki beugrik a szemközti trafikba, rakás levlapot, hogy osztogatja, senkitől nem fogadja el az árát. Elkezdődik a hazafelé való bírás, rápektetjük a lapokat a jártára. Volt azután mindenki a lapot becsúsztatni. Találtunk ott a közelbe egy postaszekrényt. Mindenki azt írja, hogy jó vagyok, könnyű munkára visznek. Drága kis aranyom, legyen olyan kedves, dobja meg már a postaszekrényt. Hagyod békén azt a gyereket! Azért néztem az arcába, hogy megtanuljam az ábrázatát. Hát ha a szemem elég kerül, még az életbe. Indulj! Barak sincs, ott lefeküdhetnénk. Itt alszunk. Csak nem visznek bennünket tovább elgyötört embereket ilyen szakadó esőben. Itt alszunk! Persze a tribünön, mi? Akinek szüksége van, most végezze el amar a hátul. Aki meg akarna lógni, abba belé lesz lőve. Reggel 5 órára itt álljanak felsorakozva, és semmi lábát ne hagyjak éjszaka. Oszolj! Különni lehet azt. Szorosan. Ne tessék rám dűlni. A fejemet taposra kérem. Nem tudna egy picit arrébb menni? Miket pakol itt rám? Nem vagyok én ruhafogas. Felövök közétek, ha be nem fogjátok a pofátokat! Nem mondom, hogy ezt az éjszakát nem fogom elfelejteni. Remélem elfelejtem. Az a kurva! Istent és az ő képére teremtett embert legmélyebben sértő igék és főnevek. Hány koros ember ül most a tribünen, neki épp a
mostani helyén üldögélt 30 éve vagy 40 éve, és a Tarál vagy a Janek nevét ordítoztam mámoros. Ezek lobak vagy sokék voltak? Csuda! Egyetlen kutya sem ukadt. Nincsenek begyerek kutyák. Régi sportomhoz folyamodom unalmamba. Verseket emlézek. Ezt üzöm mindig az autóbuszon, mikor nincs nálam olvasnivaló. Meg akkor is ezt művelem, mikor fárasztó ember vagy asszony fogott el és mesél nekem. Odaadással merülök el a szemébe, lesem a szaván, azt hiszem. Találomra nevetek föl, csóválom a fejem, vagy sóhajtok. Sok honnaikat szeretek így emlékezetből olvasni. Meg többi széket. Végig gondolom, még egyszer Lillához című verset, megy még hál' Istennek megállás nélkül. Szenvedek, s pedig miattad. Mi volt a szívem? Elragadtad. Elhalok, mihelyt te jutsz eszembe. És így kell talán a gyötrelem. Örökre sírvenem. Mely nehéz annak élni, kinek tovább nincs mit remélni, mégis élni kell. Cégtábláját, három-három erős ember a Gutmann-féle elszakíthatatlan munkásruhát ketté repeszteni, mint ezen az amerikai nadrágon a hogy is igen, Levi's. Lévi az, izraelita az is enyhén szólva. Hát persze, csak hogy az amerikai. Meg azon lovak téplék a nadrágot szét. Na, de az se szabad. Na, hát azt mondja a Gutmann igazgató, hogy ez a Gödöllői országot, hogy alig, hanem Gödöllőre visznek. Hány kilométer Gödöllő? Vagy 30. Édesisten. Az előttük járó sorból egy úr elmagyarázza, hogy hogyan kell úgy járni, hogy sokáig bírja az ember. Ő régi turista. 9 óra. Helyet föl, orron keresztül lélegezni, nem dohányozni. Jó, pedig nem is lehet. És 10 óra. Nem beszélni, ha lehet egy szót se. Nézni a tájat, az elaltatja a gondolkozást, a szemet, a szívet, a lelket, a szemet, a tüdét. Kilépni, öreg trottyok, kilépni! Egy mondókát? Tőlem, ilyen, egyszerű. Mint az egyszeren? Egy. Felpapa a városházára megy. 2. Iparunk és kereskedelünk mentő. 3. Az autótaxit mint hiába várom. Mozgás, mozgás, ne maradj a sajókán. 4. Papa már megint a kávéházba még. 5. Mama apró hirdetésben viszonyköt. 6. A kocsis a közlekedésre bénítólag 6. 7. Hét, a házépítő bácsi, a jó ízlés ellen vét. Kilépni, tetves zsidóbanda. 8. Közrendőrnek lenni legmagasabb póc. 9. Marhahús enni mézsben megy az ingyen. 10. Ez a tej már megint csupa víz. Séta, séta, mozgás! Járó sorból, meg abban fordul egy úr, hátra, hogy csőmádra visznek bennünket. Ezt egy honvéd árult el állítólag. Csőmád, csörmád, csormád, csordád. Nem hallottam soha csomádról. Biztos van ott valami gyártelep, vagy ilyesmi. Én sem hallottam még soha csornád. Csomád. Csormád. Lehagytunk a fejem. Vezek ellen írni. Én is szaladtam mindig. Párizsban, Olaszországban nem volt olyan pici falu, hogy arra kíváncsi ne lettem volna. De nem voltam soha még Brassóban. Sőt,
Kolozsvárt se láttam, Nyitrát se, Egert, Pécset. Kell valami. Hív valami örökkön látni ezt a világot, minden szigetét, a tengeret. Látni minden embert, aki egy időben él velem a földön. Mind az idegen fákat, virágokat, madarakat a tekintetemmel megsimogatni. De szent kötelességem lett volna tulajdon a hazámat széltében, keresztbe megnézni. Bűnhöldön most a ütlenségem, mit meg kell ismerni Csomádot. Csomád. Élénkebben határ, meg jön a puskatus. Mint a csürhe! Mint a csürhe! Fél egy felé aztán pihenőt adnak. 30 percet. Letelt a fél óra. Nem volt szép tőle? Rettentő feladat volt. A pihenésben elzsongult lábakra rájok állani. Nem adok egy leülés 100 felállásért. Fájt meg itt minden lépés, akár csak reggel, amikor elindultunk. Péter! Állj fel! Állj fel! Azt mondom, hogy állj fel! Egy! Mit akar ez itt? Kettő! Senki nem nézett oda. Nem akartuk látni, amit láthattunk volna. Indulj! Aztán már senki nem lett rosszul. Szép zöld a tájék. Vigasztalás gondolom mindenkinek, akinek egy kis szív van a szívében. Hallgattunk. Egy-egy szilfa kör is áldogál a mezőbe. Két szép fehér nyírfa meg úgy áll egész közel egymáshoz, mint két elegáns hölgy, ha találkoztak és megállnak pletykálni. Hallgattunk! Hátul messzire meg jegenyék merednek egy sorba, díszszemlére állnak, a szemlét a Teremtő Isten tartja. Mögöttünk még messzibb halovány domb látszik, annak is fák vannak az oldalába szúrva, tetején ritkás kiserdő. Hallgattunk! Fáj közt fényes napvilág hasít által. Mondom, hallgattunk! Barna pillangópár kerülget itt közel egymást, mint a boxolók. De jó nékik pillangóknak, jegenyének, nyírfának, legelőtehénnek, nékik nem kell zsidónak lenni! Fogd már bele, csöspofáda! Este lelök lassan, biztatott már egy néhány csillag. 8 óra körül értük el a Veresegyházat. Vártam, hogy minden lépést még megállítanak bennünket. Mégsem. Végig kellett a hosszú főutcán menni. Elkezdtek a kutyák zsidózni. Sötét emberek, sötét asszonyok nézték a kapukon a sötét vándorokat. Hova a pokolba visznek minket? Elmaradt Veresegyház! Valami domb sötétedett nem éppen messzire. Kétfelül az út szélén fekete fák vigyáznak ránk, mintha SS legények volnának. Így értünk el egy hosszú szöges drótkerítéshez. Mögötte hatalmas börtönfajta épület. A téglagyár. Ég betörekvő sötét kéni. Katonáik elkezdtek befele terelni bennünket. Thank you.
szemére léptem! Aztán elaludnom a kemény kövön, hideg hangok és fázás ellenére. Népszabálnok országszerte, este, télben, télen. Népgyalán, most megszámlálnak, buzgón engem, téged, őt. Aki tűnő népszámláló, minden házban látogat, és megszámlál férfit, asszonyt, fiúkat és lányokat. Haladába és útjába, egykedvűen lép belül, egyre megy a férfi, egyre megy neki a nő. Író úr, tisztelettel! Rokon!
Karl! Most hallottam, hogy bátyám is itt van, azért jöttem jelentkezni tisztelettel. Nem lehetünk rokonok, fiam. Én zsidó ember vagyok. Nem számít ki! Derék gyerek vagy, hogy így gondolkozol, édes fiam. Péter vagy Pál vagy, hogy szólítasz? Kedves Peti, ez csak névrokonsága, semmi. Rokonok vagyunk! Nagyon mérges. Tisztelettel! Kell egy cigaretta! Ó, édes, hát te nem! Ígérjenek, hogy bármire szüksége lesz. Ízen értem. Ott őrzöm a munkaszolgálatosokat az Alszó udvarban. Még aznap szerzett mindent. A vadonatúj megfaszik. Dohány, kanalat, cigarettapapírt. Kerekecske, gombocska, erre szalad a nyulacska. Délután 3 óra tájban, aztán hívattak a táborparancsnokságra. Megai százados. Bocsásson meg, amilyen befárasztottam. Szimfóniát parancsol, vagy házitöltés? Nagyon kíváncsi voltam önre. Én kérem, nem mehetek önök közé, nem szabad. Meg se invitálhatom vacsorára. Itt lakom a családdal a telepen, különben csak annyi közöm van önökhöz, hogy szállást adok itten zsidóknak. Minden esetre utasítottam a keretet a legemberségesebb viselkedésre. A szalmát is én rendeltem el. Bár tehetnék valamit az étkezésük dolgában is, mindent megpróbálom. A nyilas parancsnokság csomádon van. Önök sajnos az alá tartoznak. Rossz szemmel néznek engem csomádon, kérem. Tudja, író úr, zsidó védő hírem van. Mikor visszaértem az irodából, egy nyilas karszalagos szakaszvezető szólott. Nem azért nem fogtunk munkára büdös zsidók, mert vasárnap van. Nektek az útseja. Hanem mert még nincsenek itt a munkaeszközök. Reggelre fogjuk megkapni. Aki kimer a drótkerítésen menni, agyon lesz lőve. A főbe kerítésen innen 2 méter szélességbe alá van aknázva. Az útseja. Ha valaki szabotál, engedetlenkedik, vagy szökni próbál, akkor verés, kikötés, lelövés. 4:30-kor kell kelni, 6-ra menet készen állani. Főbb munkára használunk, az pedig semmi más nem lesz, mint sáncásás. Oszolj! Meg között a pancsalós emberek között senki se ásott sáncot életében. Ó, szóval, mi is mazsidó vonalat csinálunk. Mazsidó, érti? Nem biztos. Mazsinó, vagyis mazsinó vonal. Érti. Franciaország. Mindegy. Oda meg lássan egy gyújtani. Hogy lehet ez majd hozzászokni? Off! Fölkelni lustatok, mert zsidó vannak! Roppantó csodáltam életemben az, aki magától ébredt föl. Zseni az ilyen. Ásult lapátot fölvenni, csátrányt a kézbe. Egyenes sorokat rendesen kilépni. A községem bal felől kicsi szánerdő. Az erdőcske temető is egy szemében. Kedves ez a kép a szememnek. Ajj! Most miről van szó? Arról van szó, hogy mindenkinek le kell itt adni az értékeit. Óráját, gyűrűjét, meg ami arany vagy ezüstárgy nála van. Ócszelencém. Aki elrejt valamit, az fölpocoltatik. Karikagyűrű, aranyhegyű tollak, szép méves cigarettatárca, patekóra. Senki sem értatlankodik, mikor állunk tovább kifosztva. Pofákat befogni! Az áramnak 3 méter szélesnek és 3 méter mélynek kell lenni. Munka közben nincs duma! Kíváncsi voltam, hogy hogyan bírom majd. Én egyszer mástam. Nem. Fiatal koromban, amikor házi tanító voltam a húzián, nem csináltam sokáig, megfájult a terem. Hát még kaszálni is szerettem volna. Tetszett nagyon a kaszálás. Nagyon-nagyon szép a szép kaszálás. Mozdulatművész az, igazán.
bántattól fájt minden. Hát, a zsidó törvények óta nem is telizeztem. Hát, valami frissítő lesz az itt magam újra provokálni. Jócskán lefogytam, legyengültem, mióta bejöttek a németek. Mi lesz a puskán, ha azt volt? De valahogy sokkal erősebbnek érzem most magam, mint 17 éves koromban. Gyorsabban menjen az a munka! Ásnak itt gíres emberek, körbehátúak, mondhatatlan fáradt arcúak. Mozdás, mozdás! Meg ásnak itt potrohosak. Hova tegyék hajolás közben a hasukat? Alszik az egész. Igazán nem tudom, melyiknek nehezebb. Szabad állunk, nyomás, vermesként nyomás. Elkillódtunk kötik. Ebéd persze nem jött. Öt korasztán sorakozó! Rosszul lettek, karon fogtuk. Aztán megyünk vissza a téglagyárba. Énekelni szerencsére nem kellett. Üvöltözött megint mindenki. Kiabáltak, hol kelet, hol nyugat, hol észak felől hallatszódtak az udvariatlanságok. Nem tud vigyázni maga, marha! Micsoda parasztok közé került az ember! Fogja be a pofáját! Kiver maga pofán, randa zsidó, mi? Nem akkor sajnálom a legjobban az embereket, mikor zokognak, hanem mikor beszegszenek. Istenem, itt állok, nézzed, s bámulok a világon, és nem értem az egészet. A virágok miért oly szépek, miért oly őrültek a felhők, s miért oly csúnyák a szépek. Miért fekete egeg éjjel, miért piros az ember vére, miért fehér a hópihéjjel. Miért múlnak, mint hiába, a napok miért jönnek éjek? Miért vágyom Indiába? Miért vannak rőt oroszlánok, piros csikók, sárga bornyúk, fehér, fekete bárányok? Fehér, fekete bárányok, fehér, fekete bárányok. Micsoda izoblás volt az egész sportműveje hajnalban. Amikor a szomszédok fölöttestek álmokból. Mindenki oda volt a tegnapi sporttól. Hát az a második nap, ez keservesebb volt, mint az első. Fél hőtől 12-ig csúszott az ázsó, a lapát, kopogott a csákány. Nehéz! Nehéz! Csalni könnyebb volt? Szép erős hangja volt. Könnyebb volt úgy így csalni? Kár, hogy a lelke semmit se kapott a szépség. Dumász! Kalapba voltam. Nem fájt. Higgyék el. Olyan komikus volt, hogy 60 éves koromban fejbe vág ez a buta fiú. Majdnem elnevettem magam. Hát jó, hogy nem sikerült. Képzeljétek, hogy ki futott volna a nevetés itt a számon. Szabad állunkatos. Mi magad civilbe? Én? Nyomdász. Nyomdász. Azért maga is csak fölözött. A zsidó az mind csak fölöz. Szedi le a fölit a tejnek. Mikor terjeszteni kezdték az eszmét, akkor még a biciklis kifutók, meg a kofák is eltanulták, hogy a zsidó mind a napos oldalon van. Pedig tudva levő, hogy a zsidók közt van a legtöbb koldus. Ásni! Nem ugat! Thank you.
Gyökerek csavarognak a talajban. Némelyiknek csákány kéne. Az ásót függőlegesen kell tartani, úgy vágni. Vágni belé a gyökérszárba, míg ketté szakad. Pici kavicsok csigár csillannak, villannak a földbe. Mintha arany vagy ezüst volna. Magam is lehajolok néha. Itt, hogy lehajolnak sokkal. Hát, ha régi pénzt vagy törött ékszert lehetem. Sokkal érdekesebb a föld maga. Sárga, lila, fekete, zöldes, kékes sávok váltogatják oda lent a földbe egymást. Mi ez? Mi van ebbe a földbe? Mi ez a kék? Mi ez a zöld? Mi ez a lila? Szégyellhetem, hogy nem ismerem a talajvegyészetét. Nem ismerem a földet, mely anyánk és kenyerünk. Az embernek az életrajza a gondolatai. A többi, ami velem történik, az mind ideget volt. Gondolkozni, mindig gondolkozunk, csak nem figyelünk oda. Nem, hogy most nem emlékszem egy szikrára sem abból, amit aznap gondolgattam. De mikor vonultunk hazafelé, eszembe jutott vallatni magam, hogy mi minden járt ma a fejemben, és nem bírtam semmit, de semmit visszakapni abból, amit elmém egész nap ásott lapáton. Úgy belé szívódik a gondolat a feledésbe, mint a földbe az eső. Vacsorára megint babcsúcs spájz volt, kozmásabb, mint tegnap. Oda se neki. Jaj, elmondjam neked a kedvenc esti menümet. Na? Jaj. Fogás el a morné. Bószoté, bobszoté. Ehhez debreceni kolbászt és libamájat kértem. Tréfli. Akkor omelette surprise. Sajtnak zservé. Inni pedig először koktéllal kezdtem, egy pohár sör, és végül a borom. Diási Riesling, az én borom, a Festetics féle, és a feketéhez mindig benediktint nyaltam. Gondolod, hogy visszajönnek még azok az idők? Hajaj! Én öregem a jó magyaros asztalt szerettem. Ide arra, egy vacsorán például. Lebencsleves, serpenyős rostélyos, káposztás rétes, esetleg tojásos galuska. A sajtom a brie volt. De annak, fiam, folyni kellett. Sajtra nézve a franciáknak hódolok. Annak a brie-nek a nyomába nem lép semmi más sajt a világon. És inni, mit ittad? Petrezselyem, kérem. Találtam, kérem. Jó sok vitaminja van. Na, a konyhának mesélt egy honvéd, hogy egy század zsidó asszony meg leányt hoztak csomagra. Azok is ástak meg lapátoltak már ma reggel. A leányok, Isten! Legképtelen mostobasága ennek az egész Hitlerájnak. A lovagiatlanság. Nem tiszteli a nőt. Kiűzte a manikűrös lányt a kenyeréből. Ásót diktál a 6 hónapos terhesasszony kezébe. Azt várom, hogy a Hitler népsége 4 kézlábesség. Ne így felegyenesedve járjon, mint mi emberek. És mégis kérem, valljuk be, zseni. A Hitler, zseni. Hitler egy zseni. Hitler egy zseni. Goebbels egy zseni. Elképesztő zsidó divat. Hitler zseni mély avatni.
Azt hiszik, ez igen intelligens dolog. Zsenyiznikik őket, szennyel borítják, és kínálára taszítják. Átszellemülten szajkozzák. Zseniálisan, hogy Hitler egy zseni, Göbbels egy zseni. Látta, mesterek ura. No. Cipőkamellal lette a babcsosztály. Elveszett a kanala. Vannak, itt is vannak mai zsidók. Gyógyíthatatlan német imádók. Vannak összük persze olyanok is, akik azt tervezik, hogy eltörlik a földről az összes németet. Hát én a németben is azért a kivételt keresem, az ártatlan. Na jó, a gótbetűs írásra rá se tudok nézni. Az mind csupa szurony! Azt mondja ma nekem egy ilyen. 100 év múlva mégiscsak német lesz a világ. Meglátja író úr. Meglátom? No, az szép lesz. Lopkodták a sütők egymást.
Azért hozta le a sínai egyről Mózes a hetedik parancsolatot. Jó, hogy el nem lopták azt. Tegnap előtt meg valaki elcsente a szappanomat, ma meg a törültözőmet. Elcsente, hát ez is milyen szép szó. Még mindig itt vagyunk, svédek, svájciak, stb. Az egész sáncásásnak most már világos. Csak egyetlen egy célja volt az időkézás. Milyen buták? Könyörgöm, milyen buták? Az embernek a füle két felé áll. Azt mondja ma nekem egy népfölkelő. Mégiscsak csúnya dolog, amit a zsidók Pesten csinálnak, hogy azt mondja, felállnak éjszaka a háztetőkre, jelt adnak a bombázóknak, hogy azok aztán tudják, hová kell a bombát hajítani. És hogy képzeli? Milyen jelet állt a zsidó? Gyertyát hiszem, hogy lámpány hűt, akkor nagyon lövik, nem? Azt hiszi, hogy 5000 méter magasságban meglátják azok a repülők, hogy valaki ide le a kezivel integet, vagy felkacsít hozzájuk? Azt mondja nekem egyszer a belvárosi kávéházban egy aktív államtitkár, azt mondja, hogy mit szólunk ahhoz a biztonsághoz, hogy a Becsaher Attila, a vívó olimpiai bajnok átszökött a bolsevistákhoz, és most ő vezeti a bolsevista bombázókat. Ő dobja le a bombákat a középületre, mert csak ő ismeri Pest. Hát ilyen gyerek mesélnek be. A zsidóról van szó, elalszik az eszük, mint a villanc. A Sztálingrád óta terjesztik, hogyha Németország elveszti a háborút, akkor a zsidók kirtják a keresztényeket. Ez felnők, iskolázott emberek képzelik el, vagy elhiszik, hát a múzeumvezet művelt középosztály. El tudják hinni, hogy a zsidó kirtja a kuncsot. Ezt a sűrű butaságot nyelni, ezt a mocsok ködött színi levegő helyet tűrni tehetetlenül, hogy sorvasztják el itt az értelmet, a humort, a szellemet. Mikor heverünk ki azt a kárt, amit ennek a nemzetnek a fejében és a lelkében tettek? Hogy van ez a múlt, vagy melyik az? Magyarországot. Az, a maz. Magyarországot el lehet egyetlen egy mondatban képzelni. A paraszt szidja az urakat, az urak szidják a zsidókat, a zsidók meg szidják egymást. Drágáim, hogy juttathatlak benneteket, nem? De most már mindjárt vége. Nagyon kíros. Kíros, én ez a bizonytalanság, meg ez a semmit se csinálás. Én a kinkeserves óráigon azzal végigvétetem magam, hogy hiszen talán egyszer majd megírom ezt a viszontagságot. Az nagyon érdekes lesz. De ezek a vakon szenvedők, ezek a mentők, ezek mivel enyhülhetnek? Mivel vigasztalódhatnak ezek? Én is szánom ezeket a civileket, én szánom őket, amikor rosszul járnak egy nővel. Nem írnak regényt vagy verset, hanem megölik magukat. Így állok én is elrévülve néha, mint ezek itt. A világ bűne gyötör engemet. Így állok 10 percig, 15 percig. Azt sem tudom, hogy megállottam. A háború jár a fejembe, szünettelenül. Hiszen kigondolkozhattam magam már az első háborúban. Ezt a háborút már szinte szív nélkül szenvedtem végig. És az volt a káosz az eszméletem. Nem számoltam el azt az időt. Nem számoltam el még most sem magam előtt, az emberek előtt, Isten előtt. Mint hogyha bujkálnék azóta, csalnék, hazudnám minden lélegzetemmel, minden gondolatommal. Én még most is megkökkenek, mint az első háborúban. Hogy merik csinálni azt, amit csinálnak? Hogy nem sül ki a szemük, mikor én itt vagyok a világban?
Hogy nem döbbennek meg? Hát én hallok, látok mindent. Miért nem hagyják abba ezt azonnal, amit csinálnak? És az is üldöz engem, és most is az is, hogy én vagyok az oka. Én vagyok mindennek az oka. Az én mellkasomba tette bele a szívet a Teremtő, és leküldött az emberek közé vele, és nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy én meg nem mutattam nékik a szívemet, az ő szívükét. Aludtam én. Itt várt a torkomban a megmentő szó, a felszabadító, a megváltó. Az a szó, aminek békét kellett volna ráparancsolni a földre. És én hallgattam. Nem tudom, hová figyeltem. Lehetettem a világot. Eltört. Na, eltelt újabb két nap, négy nap, hat nap, és egyszer csak azt a szörnyűséges hírt hallottuk, hogy a láncidat is fellobhatták. Szerencsére ez baklármának bizonyul, de a Margitét fájdalom nem. 44. október 8-án, 44. november 8-án aztán az a csuda esett, hogy Csomádról átjött egy tiszt, meg néhány katonája, hogy minket 60-asokat el kell bocsátani. Kitöltötték az elbocsátó cédulát, és három napig azt hallottuk, hogy nem látni az utcákon. Egy szálnyira se mind elpucolt a Dunántúlra, se németek nem látni sehol. Nem tudjuk, mit higgyünk el, mit nem. Sorba állítottak bennünket. Szép egyenes sorokban. Sorakozók! Hé, Lloyd! Néhány árva téglakupac búsult utánuk a bejárat, és mondtam én, lelke van a téglának, vagy ha nincs, akkor majd adok én neki. Itt kell a tégláknak is maradni, várni, várni, unatkozni. Szervusz, tégla! Sajnálhatod, hogy te nem lettél svéd, nem jöhetsz velünk. Aztán Veres egyházán belepréseltek bennünket a szerelvénybe. Nem volt elég kocsi. Rákos palotán kitettek, onnan villamosra mentünk a Nyugatihoz. Ott aztán Szép Péter Pál minden urat hazáig kísért a kapuig, kapott is az uraktól ám egy százas terület. Gutmann igazgató úr ráadásul felajánlott neki egy öltözet, elszakíthatatlan ruhát, hogyha abból kinyílik, vagy ha nem, hát akkor majd küld neki egy léviszt Amerikából. November 9-én aztán végre hazaérkeztünk. Hogy másnaptól, november 10-től kezdve mi történt a Dunánál? Vele, meg mindannyiukkal. Azt már nem mesélem el. Azt leírni és elhinni érzésem szerint nem szabad. És azt is, amit idáig meséltem. If you want remember, remember. If you want forget, forget. Forget. If you want. Thank you.
Hangsúlyom, nem sok. Hangsúlyom.